Feldmár András, Büki Dorottya, Kapcsolatok könyve, Útmutató tévejgőknek. Föld kőzete, Föveny minden szeme, Minden szírt és halom, Föld, tenger, hegyorom, Felhő, csillag, meteor, fűfa virág, bokor, Minden forrás, berek, Mind messzi emberek. William Blake Bác barátomnak írtam. Az embereket ugyanis a beszéd gyűjti társaságba. A szavak viszont az átlagos felfogó képesség szerint alakulnak ki. Ezért a helytelenül és ügyetlenül kialakult szavak szembeötlő módon békjóba verik az értelmet. Ezen a bajon mit sem enyhítenek a tudósok védekezésképpen alkotott meghatározásai és magyarázatai. Sőt, épp a szavak tesznek erőszakot az értelmen. A szavak zavarnak össze mindent, és bonyolítják az embereket megszámlálhatatlan, hiába való vitába és szószaporításba. Francis Bacon Novum Organum Bevezető Én tökéletesen elégedett vagyok a beszélgetéseinkkel ezzel az őrült, izgalmas, felkavaró, inspiráló, vicces, évek óta áramló, hömpögő, hullámzó, végtelen tengeróceánnal, amiből minden születik körülöttünk. Miért írjuk hát ezt a könyvet? A krédót értem, azért írtad meg, mert inspirálni szeretnél másokat, hogy ők is írják meg a maguk krédóját. De ez az útmutató tévegőknek folytatása, a kapcsolatok könyve szerinted mire inspirál majd, és kicsodát? Minden mű palack posta, ami valahol kisodródik a partra. Aki felszedi, az sem tudja, hogy amit benne talál az vicc, netán segélykiáltás egy lakatlan szigetről, egy hajó törött tutajról, vagy valami kincs lelőhelye egy régi kalóztérképen. Esetleg éppen egy olyan szellemet rejt, amilyet Abu talált a bagdadi tolvaj történetében. Ha szellem, akkor beszélgetni kell vele. Ráadásul okosan, furfangosan, mert a szellem nem lehet rossz vagy ideges. Vigyázni kell az ilyen üvegekkel. Minden találkozás, minden beszélgetés, minden élmény megváltoztat minket. Aki elolvassa ezt a könyvet, annak az agyában a neuronok reagálnak. Biokémiai folyamatok indulnak be, és Isten tudja, mi történik. A nagy változás az élő szavakon keresztül jön. Ezért jobb a beszélgetés, mint az olvasás. Nos, Hát arra akarjuk kapacitálni az olvasókat, hogy beszélgessenek, ahogy mi beszélgetünk. Nem az a cél, hogy veled vagy velem akarjanak beszélgetni, hanem hogy keressenek és találjanak maguknak izgalmas társaságot, amelyben gyakorolják a beszélgetést. Leng arról beszélt az egyik gubancában, a Gubancok című könyvében, hogy az új a holdra mutat. És jaj, de érdekes az újat szopni, Hát az olvasók ne az újat akarják szopni, hanem a holdat célozzák be maguknak. Gyakorlás, ez jó? Ez akkor egy gyakorló könyv lesz, ahogy nekem is állandó gyakorlás, tanulás a veled való társalgás. Nem kellenek lábjegyzetek sem. Aki nem akar ilyesmivel tökölni, akkor se nézné meg, ha beírnánk. A gyakorlatozás jó lehetőség bárkinek. Én a praxisomat is pszichoterápiás gyakorlatnak nevezem, nem tudást adok át. Len csak nagyon ritkán utalt arra, hogy honnan jönnek a gondolatai, honnan idéz. Meggyőződése volt, hogy a gondolatokat nem lehet birtokolni. A gondolatok keresik azt, aki világra hozza őket, ahogy Pirandellónál a szereplők keresik a szerzőt, és nem fordítva. Amikor felfedeztem, hogy Lang sok mindent átvett Graham Howe-tól, egyáltalán nem csappant meg a tiszteletem iránta. Sőt, nélküle nem tudtam volna meg soha, hogy mit gondolt Graham Howe. Van valami egoisztikus pedantéria a hivatkozásokban, hogy mindenféleképpen ki kell mondani, mi honnan jön, meg kell jelölni a pontos forrást. Amikor a lábjegyzetekkel bajlódik az ember, akkor tulajdonképpen elvész a szellemi munka erotikája, Kíváncsiság, izgalom, szenvedélyes önfeledtség, az elme bekapcsolódása a gondolatok áramlásába. Ám a lábjegyzetekkel, utalásokkal, forrás megjelölésekkel az ember lelassítja a gondolkodás szabad áramlását, mintha büntetné magát az élvezetért. Amikor a munka végére hagyom ezt a feladatot, úgy érzem, na, hátra van még a fekete leves. Igen, ez mind benne van. Úgy csinálunk, mintha a gondolatokat lehetne birtokolni, gyártani, szabadalmaztatni. Simon Critchley How to Stop Living and Start Worrying című könyvében azt állítja: Nem az agyunkban gondolkodunk, a nyelvben és a kultúrában gondolkodunk. A gondolatok áramlása, ahogy mondod, a living. A forrás megjelölés a worrying. Én azonban még Critchley-nél is tovább mennék a nyelv és a kultúra gondolkodik rajtunk keresztül. Szerintem az éter teli van gondolatokkal, amik csak arra várnak, hogy valaki kimondja, leírja őket. Na ez jól kezdődik. Akkor erről még beszélgetünk. Nem tudományos mű lesz, az már biztos. Nem akarunk megfelelni ilyesfajta elvárásoknak, csak társalgunk. Azt tapasztalom, rengetegen nem is tudják, hogyan lehet jól beszélgetni. Van ez a remek szó, társalgás, lehet, hogy jobb, vagyis több lehetőség van benne, mint a beszélgetés szóban. Valahol a beszélgetés és a bizalmasság között van. Rámutat arra, hogy főleg szavak és gondolatok csörgedeznek a társalgók között, de arra is, hogy kapcsolat van közöttük. A társalgás messze több, mint eszmecsere. A könnyed szeretettel teli együttlét lehetőségét hordozza, és egyenrangúságot feltételez. Kicsit talán könnyed, vagy megengedi a könnyedséget. Nem fér bele a veszekedés, az agresszió, az okoskodás, a minden tudás, de belefér a vita, az érvelés. Akik társalognak egymással, azok szerintem udvariasak, figyelmesek. Nem akarják minden áron bebizonyítani az igazukat. Nem akarják legyőzni a másikat. Társak, barátok, nem ellenségek. Én így szeretnék társalogni, veled is másokkal is. De milyen hibákat követhetünk el, hogyan tudjuk elrontani a társalgást. Milyen egy jó társalgás? Hogyan kell úgy beszélgetni, mintha veled beszélgetne valaki? És hogyan kell társalogni ezzel a könyvel a palackból kiszabaduló szellemmel? Úgy kéne neki látni, mintha az olvasó tényleg a beszélgető társunk lenne. Ha én olvasnám ezt a könyvet, akkor ceruzával a kezemben forgatnám, és mindenhová beírnám a mondandómat a szélekre. Reméljük lesz, hogy az olvasó megjegyzései számára, hogy ne csak mi legyünk itt az oldalakon, hanem ő is. Ez a könyv akkor lesz készen, ha az olvasó beírt mindent, ami eszébe jut a sorainkról. Így lesz ez az ő saját könyve. A másik kérdésed, hogyan lehet egy beszélgetést, egy társalgást elrontani. Hát úgy, hogy nem mondom ki, amit gondolok. Mert esetleg félek attól, mit reagál a másik. Reagál-e egyáltalán? A félelem a másik fél reakciójától meggémberíti a beszélgetést. Ha a beszélgető társak mindahányan spontánok és őszinték, akkor nagyon izgalmas a beszélgetés. Ha hiányzik az őszinteség és a spontaneitás, akkor dögonalom lesz az egész, felszínes csevegéssé ígul elrontja a társalgást az is, ha nem figyelek a másikra, ha már alig várom, hogy én mondhassam a magamét. Elrontja a beszélgetést, ha nem a témára figyelek, és nem abban vagyok benne, hanem megtámadom a másikat, vagy ha személyessé teszem azt, ami abstrakt, és absztraktá azt, ami személyes. Amikor valaki meta beszélgetésbe kezd, a beszélgetésről kezd beszélgetni, vigyázni kell. Persze ezt is lehet, de témát váltani vagy metabeszélgetést beiktatni agresszívnak tűnhet. Ha beszélgetünk valamiről, de én egyszer csak irányt váltok, még akkor is, ha velem tudsz jönni az új témába, megmaradhat benned a neheztelés rám, hogy játszom a hatalmast. Mindig annak van hatalma, aki tematizál. Ha rákényszerítelek, hogy ugorjunk más témára, akkor, ha bár logikailag nincs probléma, Számolnom kell azzal, hogy lesznek érzelmeid ezzel kapcsolatban. Paul Vaclavik beszél a kommunikáció tartalmi szintjéről és a viszony vagy kapcsolati szintjéről. Nagyon nem mindegy, mit mondok. Fontos, hogy ezt a könyvet határidőre leadjuk a kiadónak, vagy ülj le a laptophoz, mert nem lesz készen határidőre a könyv. A kétféle megfogalmazás nagyjából ugyanazt a tartalmat adja vissza, de nagyon különböző viszonyt mutat kettőnk között. A vidd ki a szemetet felszólítással tartalmi szinten nincsen semmi baj. Viszont érzelmi, kapcsolati szinten ki vagyok én, és kinek gondolok téged, hogy ezt megengedem magamnak? Mint ha megegyeztünk volna, hogy én erre megkérhetlek. Mondjuk arról vitatkozunk, hány híd van a Dunán Budapesten. Én azt állítom kilenc, te azt mondod tíz. Utána nézünk, és kiderül, hogy nekem van igazom. A tartalmi ügyben nincs többé semmi baj. De lehet, hogy ettől fogva érzelmi, kapcsolati szinten elkerülsz, mert nekem volt igazam, és szégyelled magad. Erről aztán nem beszélünk többet. De azt sem tudom, miért távolodtunk el egymástól. Mindig el kell határozni, hogy az ember küzd az igazáért, és egyedül marad, vagy kapcsolatot akar, és akkor nem érdekes, nem fontos, hogy kinek van igaza. Aki csak a győztes-vesztes dualitásban érzi elemében magát, még jó, hogy győztes akar lenni. Sokszor teljesen lényegtelen, igaza van-e vagy sem. Gyorsan, kegyetlenül, éles szóval elvágja a diskurzus fonalát, mert az egyet nem értés elfogadhatatlan a számára. Ismerek egy nagyon értelmes és rokonszenves fiatal párt, akik egy este arról beszélgetnek, hogy mit tennének, ha megnyernék a lottó ötöst, ami éppen milliárdos tételt jelentett. Egy penthouse lakást vennék New Yorkban, így a fiú. Ugyan minek az egyáltalán nem gazdaságos, inkább kertes házat kell venni, így a lány. Szó szót követett, amíg úgy összevesztek, hogy két hétig nem beszéltek egymással. Az volt a baj, hogy nem voltak kíváncsiak. Egyikük sem tudta megengedni magának, hogy azt mondja, jé, mennyi jó ötletünk van, egyik jobb, mint a másik, hanem vetélkedni kezdtek. Leng beszélgetések gyerekekkel című könyvében jól látható, hogy ő soha nem vitatkozott a gyerekével. Ha a gyerek azt mondta, mindannyian az Isten hasában vagyunk, nem azt felelte, hogy igen vagy nem, hanem megkérdezte, hogy miért gondolja, honnan gondolja éppen azt. Meg akarta ismerni a gyerek világát, nem pedig megtanítani arra, amit ő tudott. Szókratézi dialógusba elegyedett a gyerekeivel. Ő tanult tőlük. Bátorság nélkül nincs jó beszélgetés, és nincs kíváncsiság. Létezik egyfajta lustaság, fáradtság. Én is érzem néha azt, hogy nagy erőfeszítésbe kerül megtalálni a szavakat, hogy akkurátusan tudjam megfogalmazni, amit akarok. Már csak azért is megdolgozom a pénzemért, mert valamiféle ellenállást kell letörnöm. A közelmúltban Londonban egy családterápián tapasztaltam, hogy a fiú keményen dolgozott azon, hogy kimondja, mi az, ami őt bántja abban, ahogy a szülei beszélnek vele. A szülők meg csak ültek, forgatták a szemüket, hogy jaj, micsoda felesleges, lényegtelen, komolytalan dolgokat akar tőlük a gyerek. Néha pont a szüleink vagy a testvéreink nem akarnak ránk figyelni. Ha ezt gyakran átéljük, akkor belénk száll ez a negatív energia, és többé már nem is akarjuk kifejezni magunkat. Szerintem, ha az anyámat, apámat, nagyanyámat mindig érdekelte volna, mit akartam mondani, akkor nem lenne bennem ez a lustaság. De én már rájöttem, hogy muszáj kimondanom, amit gondolok a magam egészsége és boldogsága érdekében. Még akkor is, ha azt hiszem, senki nem figyel rám. Néha azt javaslom a pácienseimnek, válasszanak egy öreg fát az erdőben, látogassák meg, és mondják el neki hangosan, akkurátusan, részletesen a gondolataikat. Mert mindent ki kell mondani. A fát nem lehet túlterhelni, az ágain és levelein keresztül kiárasztja a szavakat a levegőbe, a szélbe, a gyökerein keresztül a földbe, és mindent elvisel. Azért jó vigyázni azzal, hol beszéli ki magát az ember. Nehogy úgy járjunk, mint Midász borbéja. Nádnak, sásnak nem szabad elmondani semmit, de egy fan nem susogja ki senkinek a titkát. Azokkal, akiket mások esetleg skizofrénnek, pszichotikusnak címkéznének a különféle nem szokványos élményeik, szokásaik miatt, az első órában mindig arról beszélgetek, kinek mondják el a dolgaikat, és kinek ne. Sokan azonnal tennének velük valamit, kórházba küldenék őket, a pszichiátrián orvosságot kapnának, vagy 10-15 percnél biztos nem hallgatnák tovább őket. Ha egy ilyen ember talál valakit, aki nem fél attól, hogy az illető hangokat hall, és akinek mindent el lehet mondani úgy, hogy a stuti nem mondja el senkinek, akkor már egész más a helyzet. Vigyázni kell, kinek mit mondunk. Ahol a beszélgetés megáll, ott kezdődik az erőszak. Ez igaz a pszichiátriában, a politikában, a gazdaságban, mindenhol. Rémes, hogy sokak számára az az előírás, hogy nem szabad beszélgetni a pszichotikusokkal. Én az időn felét beszélgetéssel töltöm, még akkor is, amikor előadok. A legfontosabb minden beszélgetésnek, és most a mi olvasóinknak is, hogy legyenek spontánok és őszinték. Nem kell megsértődni. Aki megsértődik, az hülye. Jó, ezt itt a könyv leírjuk, mert aki meg akar sértődni, azt tegye meg most azonnal, akkor nem is kell tovább olvasnia. Azért sértődik meg az ember, hogy vége legyen a beszélgetésnek. Valamiféle félelem van az egész mögött. A szavaktól nem kell félni, a tettektől kell, és lehet, de amíg beszélgetünk, béke van. Én kétféle hibát tudok elkövetni, ami elrontja a beszélgetést. Az egyik, amikor általánosítok. A másik meg, ha magamra veszem a dolgot, mintha minden rólam szólna. Agyrém és megalománia. Mindkettő elvisz valahová, és nem engedi meg, hogy a valóságnál maradjak. Ez a könyv tele lesz sztorikkal, és el sem tudok képzelni rosszabb kimenetelt, mint hogy valaki a nagy igazságot, az egyetlen követendő utat olvassa ki belőle. Vagy ami még rosszabb, úgy gondolja, hogy ez a sztori róla szól. Neki üzenünk, adunk tanácsot személyesen. Szóval, mint sok könyvben, itt is fontos leszögezni, hogy a könyvben szereplők hasonlósága való személyekkel csupán a véletlen műve. Az útmutató a címben nem azt jelenti, hogy mi tudjuk a te utadat, kedves olvasó, hanem megmutatjuk azt, ahogy mi keresgéljük a magunkét. Amikor Palo Altóban családterápiát gyakoroltam Václavikkal, Fissel és a társaikkal, részt vettem a rövid terápiás üléseken. Egyet -egy családdal dolgozott valaki úgy, hogy én vagy beültem a szobába, vagy kívülről egy átlátszó tükrön keresztül néztem az ülést, és hangszórón hallgattam a szöveget. Nagyon érdekes, meglepő tapasztalat volt, hogy amikor beültem az addig kívülről nézett beszélgetésekre, mennyire megváltozott az, amit kívülről éreztem és gondoltam. Hiába lehetett látni és hallani mindent külső szemlélőként, mégsem lehetett beleérezni úgy, mint amikor egy levegőt szívtam velük. Teljesen más az élmény. Ha az olvasónk a saját útját akarja megtalálni, akkor neki kell vágnia. Ha azt hiszi, segít neki az, ha kívülről néz bennünket vagy másokat, nagyon téved. Nincs nagy igazság. Ha én személyesen az olvasóval lennék, és arról beszélnék neki, milyen nekem vele lenni, akkor biztosan mást mondanék, mint amit ő hisz arról, mit mondanék. Lehet, ha rájön, hogy nincs nagy igazság, akkor elkenődik. Lehet, hogy nem is olvas tovább. De hát nekem tényleg az egyetlen célom ezzel az írással, hogy lelkesítsem és bátorítsam az olvasókat. Éljék bátran a saját életüket, fejezzék ki bátran saját magukat. Találják meg azt a stílust, amiben spontán és őszintén ki tudják magukat fejezni. Az én életemet totálisan felforgató egyik regényében, a Karnevában, Hamas Béla beszélt arról, hogy miféle őrület az, hogy valakivel megtörténik valami, aztán micsoda őrület a négyzeten, hogy ezt el is meséli. Arról már nem is beszélve, hogy aztán valaki le is írja. Majd jön az őrültek őrültje, aki elolvassa. Most meg te, és arra biztatod ezt a hatványozottan őrült olvasót, hogy csinálja meg a magasztóriát, és írja le ő is. Hát tényleg őrültek háza az egész vonalon. Amikor 25 éves koromban elolvastam és beszippantott ez a mű, az őrület egy sajátos válfaja, amikor valaki beköltözik egy könyvbe, na ez vagyok én, nekem belső élmény kell, nem jó az átlátszó tükör túloldala. Nem sejthettem, hogy egyszer eljutok oda, hogy az őrültek láncába ilyen magától értetődő cselekvés sorozattal kapcsolódhatok be. Igen, én megírom most ezt az egészet. Az őrületnek egy következő fokozata a személyes nagy igazság. Minden őrületben van valami biztos. És ez a legnagyobb őrület. Ha van olyan eszköz, amivel az őrületet diagnosztizálni lehet, az az, ha valaki biztos abban, amit mond. Akkor kezd valaki visszajönni a konszenzusos valóságba, amikor elkezd kételkedni. Sokáig azért nem beszéltem és írtam, mert arra vártam, hogy majd beszélek és írok akkor, ha már biztos vagyok a mondani valómban. Aztán rájöttem, hogy ez soha nem fog bekövetkezni ebben az életben. Igen, de ha mindenben kételkedem, ha mindent megkérdőjelezek, akkor meg unalmas lesz az életem. Nekem nem is lenne kedvem elolvasni ezt a könyvet, ha már eleve minden szavában kételkednem kellene. Ha nem akar unatkozni az olvasó, akkor figyelje, megbízik-e bennünk, elhiszi-e, hogy őszinték vagyunk. Ne azt is lassan igazat mondunk-e, mert az más hanem hogy őszintének talál -e bennünket. Nehéz ügy ez, mert ha el tudnánk érni valamilyen hamis őszinteséggel, hogy bízzanak bennünk, az is sikert jelentene. Meg lehet, de akkor meg mi unatkoznánk? Nincs unalmasabb annál, mintha az embernek valamilyen manipulatív koncepcióval kell töltenie az idejét. Helen Douglas beszélt arról, hogy ha meghamisítom, ha meg tudom játszani az őszinteséget, akkor már nyerekben vagyok. Végül is minden a hiten múlik. Ha bízol bennem és hiszel nekem, az nyitva hagy téged, de egyben sebezhetővé is tesz. Nem lenne szabad hazudnom neked, de tudnék, ez tény. Ha ez a gondolat befurakszik az elmédbe, akkor gyanakodni kezdesz, kételjeid lesznek afelől, hogy meg lehet-e ismerni engem. Ne állsz majd bizonyítékokat keresni a hamisságomra, és az egész már szart sem ér. Akkor már nem is tudod, mit gondolj. Az egész olyan, mint egy kártyavár. Ha nincs hit, akkor minden összeomlik. Igen, arra már én is rájöttem, hogy a bizalom az ajándék minden kapcsolatban. De erről majd később úgy is beszélgetünk. Ahogy a tiszteletről, a szeretetről, a vágyról, a kötődésről is. Mi minden van még ebben a könyvben? Ahogy már említettük, egy vége láthatatlan beszélgetés egy részlete ez az egész. Azt mondjuk kapcsolat, és ez megvilágít gondolatokat, amiket ügyesen összeszőttünk. Tényleg úgy készült, mint egy szőnyeg, és ha van benne rendszer, motivum, ábra, az majd az olvasó fejében összeáll, ha az egészre rálát. Sokszor lépünk előre egyet, aztán hátra kettőt. Ugyanarról a dologról többször is beszélünk, néha kicsit más aspektusból, de lehet, hogy ismétlünk. Időnként magunkhoz fordulunk. Használunk néhány további, itt-ott már publikált szöveget. Mert ezek fontos a témához tartozó kérdéseket érintettek. Persze ezeket is tovább szőttük, fontuk, hímeztük. Az előkészületek során megkérdeztünk néhány embert, nekik mi lenne fontos, érdekes, mihez szeretnének kapcsolódni. Az inspirációkért és ötletekért köszönettel tartozunk Huszár Anna Marinak, Gallai Gyurinak, Olály Utasi Lilinek és persze még sokaknak. Na mit gondolsz, minek kell még egy bevezetőnek lenni? Én az életem utolsó szakaszába léptem, és már majdnem 50 éve dolgozom azon, hogy meggyőzzem a pszichológusokat, pszichoterapeutákat, hogy ne az emberem belül keressék a bajt, hanem az emberek között. Sajnos úgy látom, hogy semmire sem megyek. Nem csak az új pszichiátria, a pszichológia fősodra, de még a humanisztikus, a transzcendentális, a spirituális, a New age terapeuták is az egyére fókuszálnak. Mintha egyedül lehetne gyónni, mintha egyedül meg lehetne világosodni, mintha az ember egyedül lenne. Számomra viszont nyilvánvaló, hogy a megfogalmazástól kezdve, egészen a halálig nem vagyok egyedül, nem vagyok a másik nélkül. Tény, hogy nehezebb tanulmányozni azt, ami köztünk van, mint azt, ami benned és bennem. De hát fel kéne végre ébredni arra, hogy ami bennem kéne, hogy legyen, az is mind teljesen absztrakt koncepció. Ám ezeket az absztrakt koncepciókat lehet aztán agyra, idegekre, biokémiára redukálni. Márpedig, ha redukálni akarunk, a kapcsolatoknak is van biokémiájuk, ez nem akadály. Leng beszélt arról, hogy amikor egy feldult, ilyet ember érkezett hozzá, és ő meg tudta tartani a belső békéjét, akkor fél óra együttlét után ugyanazok a biokémiai változások indultak be a másikban, mint a benyugtatózta volna. Lehetne mérni a kapcsolatok biokémiai hatását is, de valahogy ezt nem teszik. Egy gyerek abban él, hogyha rosszul érzi magát, az azért van, mert ő rossz. Nem engedheti meg magának azt a gondolatot, hogy ha rosszul érzi magát, az azért lehet, mert valaki rosszul bánik vele. Hová menne, mit csinálna egy gyerek, ha ebbe belegondolna? Így hát nem is gondol bele. Marad evidensen a következtetés, hogy vele van a baj. És akkor még lehet reménykedni, ha ő jobb lesz, akkor majd elmúlik a rossz. Olyan ez, mintha egy sivatagban járva rájövök, hogy ha nincs semmi reményem vizet találni, akkor azonnal meghalok. De ha azt tudom képzelni, hogy ha megígérem Istennek, hogy nagyon jó leszek, adjon cserébe vizet, akkor túlélem a sivatagot, amíg rám talál valaki. Soha nem azért beszélek, hogy bárkit is meggyőzzek bármiről. A meggyőzés közel van a kényszerhez, és nem akarok senkit meggyőzni, mert az nem szeretetteli. Én csak felháborodom, ha valaki bánt valakit, akár engem, akár mást, és hangot adok a felháborodásomnak. Lehet, hogy azok, akik szintén felháborodnak, de még félnek és hallgatnak, vagy nem tudják, hogyan adjanak hangot a szavuknak, felbátorodnak majd, és szintén kifejezik a felháborodásukat, amit korábban nem mertek megtenni. Amikor csoportot vezetek, és valaki untatja vagy provokálja a társaságot, egy darabig várok. Pár percig hagyom, mi történik. Aztán körülnézek, és látom az arcokon, a koreográfián, hogy már mindenki killódik. De csak ülnek, mint egy rakás szar. Akkor én felháborodom, megkérem az illetőt, hagyja abba, amit csinál. Aztán megkérdezem a csoportot, ki érezte még ugyanazt, aminek hangot adtam. Általában a csoport nagy része felemeli a kezét. Hát, kérdezem akkor, miért nem szólt senki? Mert nem mertek szólni. Ez minden szinten így van. Ez a könyv egy hatalmas felháborodás is egyben. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangoskönyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice